De bizony emlékeznünk kell egy tragikus évfordulóra is, hiszen most ez 10 éve, hogy az ország dalos királya, Zámbó Jimmy Csepeli otthonában meghalt. Azóta felnőtt érett fiaival idézi fel a király emlékét a családi videók segítségével. Óvatosan mulatozzanak, kérem, még másnap is. Ha majd elérlek valahol, és mellettem állsz, akkor nem érzem, hogy fáj a szívem. Testőrök, több száz ember és Zámbó Jimmy. Egy sosem látott felvételen dedikál a 4 oktávos énekes. Ezeket a féltve őrzött és nyilvánosság előtt még sosem látott képeket Zámbó Krisztián, Jimmy legnagyobb fia mutatja nekünk barátnője lakásában. Imádott dedikálni, tehát ez mindig neki ez egy rituálé volt. Itt 2 kilométeres sorát kintről végig befelé. Ez nem vicc. Tehát iszonyat durva volt. Nem semmi más, csak büszke lelkem kóbor lázadása. Ez pedig már a Zámbó család otthona. Edith asszony Jimmy gyermekkori képeit mutogatja. A kis Iminek akkor még így szólították, már akkor is hosszú haja volt. Orvosdíját adás. Edith minden emléket eltett a férjétől. A gyerekek miatt, a gyerekeknek azért ez valamikor egy nagyon sokat érő gyerekje lesz. A családból egyedül Krisztián az, aki tovább viszi Jimmy örökségét. Nemrég megjelent lemezén írt is egy dalt édesapjának. Most van az a rész, amit nagyon szeretek. Hiányod átjár, mint húzat a házon. A család nagyon büszke arra, amit Jimmy elért, de Edith szerint a férjét éppen a szakmája tette tönkre. Nehezen viselte a kudarcokat, és azt, hogyha nem szerették. Én azt mondom, hogy nem tudta kellő intelligenciával ezt viselni. Edith azt mondja, Jimmy imádta a családját, és félt attól, hogy nem tudja tisztességesen felnevelni a gyerekeit. Ő mindig attól retteget, hogy ő neki lesz egy hangszálcsomója, vagy valami a hangjával történik, és ő nem ért máshoz. Jimmy rengeteget gyakorolt még otthon is, fellépésről fellépésre járt, mindenhova elment, ahova meghívták. Hát most is megvannak a naptárak, amik bele voltak írva a koncertjei, 80-90-120 koncertet csinált napon, évente. Uram, ne hagyd, hogy így legyen. Sebastian a középső fiú tinédzser volt, amikor édesapja meghalt. Adrián, a legkisebb pedig már csak halványan emlékszik édesapjára. Csak kis képekre emlékszem, tehát ilyen kis villanásokra csak. Tehát egy-két karácsonyból mondjuk, de például erre hát... De erre nem. Ezen a felvételen még csak 2 éves volt. A kamera Jimmy kezében van. Ekkor még úgy tűnt, hogy ő is énekes pályára készül, de Edith nem szeretné, ha a fiúk énekelnének. Azt mondja, ő már tudja, hogy mivel jár. Adrián azt mondja, nagyon rossz, amikor a testvérei beszélgetnek, mert neki nincsenek emlékei édesapjáról. Ezért is örül, amikor ezeket a felvételeket nézheti. Hol akkor ébredtél fel? Igen. Miért? Azért. Kicsikőmöm. Holnap, január 1-én lesz 10 éve, hogy Zámbó Jimmy meghalt. Az évforduló alkalmából a család eddig soha nem látott felvételeket hoz nyilvánosságra, melyeket kizárólag a holnap esti Magellán különkiadásban láthatnak. Zárásképp.